Kányádi Sándor az okoskos. Lucskos, latyakos, ősz vége volt, akárcsak most, mikor vására vittek egy kost. Szép nagy állat volt fajtiszta racka, sajnálta is nagyon a gazda, de nem volt mit tenni, mivel a kos nem tudott viselkedni. Mindig tilosba járt, s volt úgy, hogy hetekig odahált, máskor meg naphosszat tekerget kedvére, mint akinek nincs meg a leckéje. És mikor már rosszat gondolhattak volna, hogy most aztán vége, farkas vagy medve valami megette. Csak előállt, mintha mi sem történt volna. Tűrt a pásztor, aki egyébként jambor ember hírében állott, és még büszke is volt olykor a kosára, de egyszer megelégelte a dolgot. Tarisznyát vette a vállára, szarvon fogta a kost, és elvitte a szóban forgó őszi vására. Tetszett a kosnak a vásár, s hogy annyi újat látott, kíváncsiságból szarvára is vett egy mézes kalácsos sátrat. Lett erre riadalom lárma, vigyázzon ember a kosára, ha már nem tudta megnevelni. Erre a pásztor a kosnak, a kos a kalácsosnak, a kalácsok meg a földre estek. Kicsin múlt, hogy össze nem verekedtek. Aztán meg a garázdakos egy kofa kosárára vetett szemet, s dézsmálni kezdte, mint egy mihaszna kecske. Hogy kerülne rúdra bőröd, eképpen zsörtölődött a most már cseppet sem jámbor pásztor. Hogy lenne belőled pörkölt, te öldök, s te átok, nyomatékul botjával reávágott. Mód felett mulattatta a népet a látvány. Most valaki hozzájuk lépett. Pörköltet mondott bátyám? Úgy legyen, mészáros vagyok, s a kost ezennel megveszem. Meg is vette, sokat nem alkudoztak, indulni kellett már is a kosnak. Indult a pásztor is megkönnyebbülten. Na végre, hogy tőled is megmenekültem. S haza is ért még délre, s hát ki jön szembe véle az udvaron? Ki az ördög? Kos ez nem pörkölt? Nem, bizony, gazda. Volt eszed, de nekem is voltán, mit eddig sose tettem, ezennel megjelentem. Meghalni nem volt kedvem, s amikor észrevettem a hentes kését, menten hátuljának mentem, s késével, mit megfent, szépen a sárba nyekkent. Talán még most is ott van a pocsban. Hol van az előíve, hogy buta minden birka? A vásár különben szép volt, én szeretem a cécót. Próbált még néhányszor túlenni rajta a pásztor. Vitte vásárról vásárra, de hiába. A kosból nem lett pörkölt, a pásztor meg csak zsörtölt. Hűséges barátok lettek, mire megöregett.